A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő drága, szent nevének, lényének legyen ma is dicséret, dicsőség, hálaadás, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. A ma esti igét olvasom, bibliaolvasó útmutatónk szerinti kijelölt szakasz. Ne ijedjünk meg, iszonyú, hogy kezdődik, és iszonyú, hogy végződik. De mi lelki zsidók vagyunk, a lelki Izraelhez tartozunk, és nem a testiekhez, és az Ószövetségen belül is tudjuk, hogy van evangélium, van jó hír, de ebben a szakaszban túl sok jó hír nincsen, de mi, újra mondom, a teljes Bibliát olvassuk, és hogy nekünk nagyon helyesen tanították a teológián, Luther nyomán is, hogy a Szentírást csak Jézuson keresztül szabad és lehet olvasni. Csak! Jeremiás nem üdvözít, Mózes nem üdvözít, az evangélikus egyház nem üdvözít, Luther nem üdvözít, egyikötök egyháza sem üdvözít, aki ezt hallja, hanem csak az Úr Jézus Krisztus, hogy Tibor testvérünk által is hallottuk, szent lelk által. Ezt azért mondom, mert sokan beleragadnak az ószövetségi igékbe, a törvénybe, és eszméletlen, hogy még Jézust is olvassák Jézus nélkül. Még Jézusból is sokszor Mózes gyártanak. És a Jézustól is előadják az ítéletes törvény szavakat, hiszen ő mondott azt is, és Jézus nem mondta, hogy lejárt a törvény ideje, nem mondta, hogy vége a 10 igének, a 10 parancsolatnak. Jó néhány évvel ezelőtt egy egyházi világi vezető tartott csendes napot evangélikus pedagógusoknak, és ezt mondta, hogy lejárt a 10 parancsolatnak az ideje. Vége. Én komolyan mondom, kimentem akkor a teremből, és néhány pillanatig elbizonytalanodtam, hogy ennek az egyháznak a tagja vagyok-e, de nem az emberek és nem a vezetők a lényegesek, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus. Nem járt le a törvény. Jézus azt mondja, hogy egy ióta, egy pontocska sem múlik el belőle, de ő valóban új szövetséget köt velünk, új szövetséget hozott számunkra, minnyájunk számára, akik még az új szövetség ajándékával együtt is botladozunk. Ezért volt fontos nagyon, hogy hallottunk most egy megszabadult, megtért testvérünk bizonyságtételét, azt mondja, hogy 30 éve jutott hitre, én Isten kegyelméből 42 éve, és elmondhatjuk, hogy bizony vannak harcok, vannak küzdelmek, vannak nyomorúságok, vannak szakaszok, és néha kell, nagyon is kell Isten józanító szava. Tehát Jeremiás próféta könyve 7. fejezet, 16. verstől. Tehát Isten ezt mondja Jeremiásnak, akit elhívott már anyja méhétől fogva, hogy ez köze legyen. Mert az Isten mindig elküldi az ő igéjét. Zoli, kérlek, majd a vizet add ide nekem. Isten elküldi az ő szavát, elküldi az ő igéjét az egyházba. Köszönöm szépen. Mindig, mindenkorban, és ma is, az elnököknek, királyoknak, hajléktalanoknak, mindenhova, interneten keresztül és mindenféle módon elküldi az ő szavát. A hűtlen parázna egyházba is. És támaszt egy Jeremiást, aki tiltakozik, aki azt mondja, hogy fiatal vagyok, nem akarom csinálni, sok bajom lesz belőle, sok baja lett belőle. De azt mondta neki Isten, hogy indulj és hirdesd, amit én neked parancsolok. Ne riadj meg tőlük, mert különben én riasztalak meg. Ércfallá teszlek téged, neked dolgod van fel. És az az egyház trutyiba dobta, emésztőbe dobta Jeremiást, kalodába zárta, megverték, arcul ütötték. Ő maga is megbánta még a fogantatása pillanatát is. Istennek is azt mondja, hogy olyan vagy nekem, mint egy csalóka patak, elegem van, belefáradtam. De Isten gondoskodik arról, hogy ma is és most is az ő igéje elérje a mi szívünket.
Tehát ez a Jeremiás, akit ő elhívott, akinek a szívére beszélt, akit elküldött a szolgálatra, ezt mondja neki Isten. Te pedig ne imádkozz ezért a népért. A hívők mindig azt szokták, hogy a legszentebb dolog az imádság. Csak imádkozzon, ima közösség legyen. Járjunk közbe népünkért, másokért. Isten nem majom, Isten nem egy idomított házi bálvány, nem egy rángatható cancurák. Ő az élő Isten, aki úgy bele tud keseredni, úgy bele tud fáradni a teremtésébe, hogy egy könnye elárasztotta az egész világot, ezt nevezik azóta özönvíznek. Azt olvassuk ott, hogy megbánta Isten. Ha most látja mi nyugati világunkat, mit gondol rólunk, mit érez? Mi jön? Most mi jön? A könny, amikor a gonoszság megsokasodott a földön. Ezt olvassuk. Megsokasodott. Hát ma mi van? Nyugati parlamentek felállva tapsolják azt, hogy szülésig lehet elvégezni abortuszt, különösebb indok nélkül, ha az új anya kéri. Szülésig! Hát ez sátánizmus! Nem vettük észre, hogy ez sátánizmus. Életellenes, családellenes, nemzetellenes dolgokat nemhogy elkövetnek, hanem törvényesítik. És ledugják az egyház torkán. Már akinek lehet. És Isten azt mondja Jeremiásnak, hogy elegem van, ne is imádkozzál. Nem hallgatom meg az imádat. Ne mondj értük esdeklő imát. Ne is kérlej engem, mert nem hallgatlak meg. Mi minden van, ami Bibliánkban megírva, testvérek? Nem látod, mit csinálnak? Júda városaiban és Jeruzsálem utcáin. A fiak fát szedegetnek, az apák tüzet gyújtanak, az asszonyok pedig tésztát gyúrnak, hogy áldozati süteményeket készítsenek az ég királynőjének. Izrael választott nép, Isten népe, dolga van, feladata van. Emlékeztek? Talán néhányan itt voltatok, amikor Avi Snyder volt New Yorki ateista zsidó, aki hitre jutott, elfogadta Jézust megváltójának. Azt mondta itt ennél a pultnál, hogy az az én álmom, az az én vágyam, hogy az én zsidó népem betöltse a küldetését, hogy hirdesse az igét. És hirdetik is sokan. És Isten szent dolgot bízott Izraelre, az egyházra, az evangélikus egyházra is, és a többire is. Szent dolgot. És ezzel nem lehet akármit csinálni. Azt mondja, hogy családok együtt végzik az ég királynőjének a kultuszát. Ez egy bálványimádás. Bálványimádás. De előtte ugye a hetedik fejezet, aki olvassa a Bibliát, ismeri ez a bizonyos templomi prédikációja Jeremiásnak, amitől megint sok baja lehetett. Izrael két hatalmas világbirodalom ütköző pontján élt. Ahogy ma Magyarország például, nyugat és kelet ütköző pontján vagyunk évszázadok óta. És nagy bajban voltak, és nyomorúságok voltak, és kiáltottak Istenhez, és mentek evangelizációra, és volt misszió, és sok minden. És Jeremiás kiáll a templom ajtajában, tehát világkrízis volt, káosz volt akkor is. És a templom ajtóban azt mondta, hogy ide jöttök, és azt mondjátok, az úrtemploma ez, és loptok, csaltok, hazudtok, és azt mondjátok, hogy megszabadultunk, hogy ugyanazokat cselekedjétek ezen túl is. Tehát folyik a vallásos élet, de ezt testvérek, nem nektek mondom, magamnak, Isten igéje mindnyájunknak szól, mindnyájunkat meg akar érinteni, szíven akar ütni, mert így nem mehetnek tovább a dolgok. Értsük meg, Magyarországon, Európában, nyugaton így nem mehetnek a dolgok, mert ez a halál útja. Ez a halál útja. És ha Jézus Krisztushoz nem térünk meg, aki egyedül ő az, aki legyőzte a halált, akkor elveszünk. A gyerekeitek, unokáitok, és a többi.
A holnapi ígében ott lesz, Mózes azt mondja, hogy válaszd az életet. De ha nem engedelmeskedtek, most mondom nektek, mondja Mózes, hogy elvesztek. Vajon nekem okoznak bosszúságot? Így szól az Úr. Nem saját maguknak. A pénz imádattól kezdve, anyagiasság, perverzitások, a pornográfia, olyan mocskos üzlet, olyan szennyes dolgok ezek, mindnyájunkat elérnek. Mindnyájunkat, ne hazudjunk, mindnyájunkat elérnek. Lelkész konferenciákon, keresztény konferenciákon, a hotelszobákban megy a pornónézés és a többi is. Nehogy azt hitt, hogy ezt ítélkezve mondom. A sátán rázza a rostát. És a legkülönbek is elbizonytalanodnak sokszor. És Isten kiönti a fájdalmát, hát csináljátok ezt a kultuszt, persze megy a vallás, megy az egyház is, de közben bálványimádás, ég királynője, na, hős protestánsok, most aztán máriázhatunk, majd most beolvasunk a katolikusoknak, hogy az ég királynőjét tisztelik, ez biztos a máriázás. Nem, testvér, a Szentlélek megmutatja, hogy neked mi ez az ég királynője, és nekem mi, hogy kinek gyúrod a tésztát, kinek készítem, ki a szíved, ahogy Luther mondja, az a te Istened, amin a szíved csüng. Nekem okoznak bosszúságot. Azt hiszik, hogy bujkálni kell Istentől, mint ahogy Ádám, Éva, meg a többi. Hát nekik nincs helyén az életük. Hát nincs erőforrásuk. Hát nincs hitük. Nincs reménységük. És elvesznek, a halál útján járnak. Hát nem veszik észre. Azt mondja az Úr Jézus az evangéliumokban, és nem vettek észre semmit. Házasodtak, kereskedtek, építettek, most is, a csoktól kezdve mindenről lehet beszélni, és nem vettek észre semmit. Nem veszük észre, hogy krízis van, hogy baj van? És ez nem egyszerűen az a bizonyos vírus, sokkal nagyobb bajok vannak. Mert majd szégyen borítja az arcukat, ezért így szól az én Uram az Úr, lángoló haragom kiárad erre a szent helyre, emberre és állatra, a mezők fájára és a föld gyümölcsére égni fog, és nem alszik ki. Nézzünk néha híradókat. Égnek az erdők, az állatok, ez szó szerint. És akkor egyházi emberek előállnak, és ezt nyilatkozzák interjúkban, hogy hát ez a vírus biztos, hogy nem Isten büntetése. Igen? Honnan tetszik tudni? Honnan tetszik tudni? Honnan tetszik tudni? Hogy meri ezt kimondani egy egyházi ember, hogy ez biztos, hogy nem Isten büntetése? Én sem mondom ki, de azt sem mondom ki, hogy Isten büntetése. De emberek, baj van! Rázkódik a rosta, kríziseken mennek át házasságok, családok, életek, a gazdaság, a kultúra, minden. És folyik a kultusz, de nincs megtérés. Ebben az igében, a Szentírásban és mai Szentlélek által Isten hív minket megtérésre. Maga az Isten. Ádám, hol vagy? Éva, hol vagy? Hol vagy? Merre jutottál? Mi lesz így veled? Keres az Isten minket. Azt mondja, arccal vagy háttal, mindjárt eljutunk idáig. Hát hátunkat mutatjuk az Istennek. És ő, mivel bolond Isten, ahogy olvassuk Pálnál, az Isten bolondsága, bölcsebb az emberek bölcsességénél, vagy olvassuk az profétánál, hogy védj feleségül egy parázna nőt, és legyenek tőle gyermekeid, és éld át a te személyedben azt, hogy mit jelent, hogy megcsal engem az egyház, Izrael, és mégis megyek a pusztába, és keresem őt. Ez már az úgynevezett törvénykönyvben, az Ószövetségben ott van, hogy Isten megy, bolyong a pusztába, és keresi a cédáját, a prostituált feleségét, aki odaadta szívét, energiáját, sok minden másra. Ezért mondja a Jeremiás, hogy ne gyertek templomba, és mit csinál, mi ez a hókusz-pókusz, mi ez a színjáték? Testvérek, emlékszünk arra, amikor Jézus bemegy a jeruzsálemi templomba, és összeszorul a szíve, az a drága Jézus, aki lényegében annyira szelíd volt, annyira engedelmes, alázatos, és
elönti ez a szent fájdalom, hogy mi folyik itt? Mit csináltok atyám házából? Rablók barlangját, hát elbújtok a templomba az Isten elől. Hát pusztán hagyatik a te házatok. Lesznek templomok, amiért úgy küzdünk. 3000 templomot újítottak fel az elmúlt 10 évben, és a nagy része üres, hogy alig vannak ott. És ahol a templomban, ahol az egyházban, az ember veszi át a vezetést. Az ember. Vagy netán az emberen keresztül a világ is? Ezt látjuk, tapasztaljuk. Buknak el sorba nyugati egyházak. Az emberen keresztül a világ, és esetleg a gonosz? Hát Jézus, miért feszítették meg, miért volt ez az iszonyú indulat vele kapcsolatosan? Mert azt mondta az Úr Jézus a templomban, hogy az a ti atyátok az ördög. Hát nem tudom, hogy beválasztották volna a zsinatba. Egyáltalán teológiára felvették volna-e, vagy kibocsátották volna őt ilyen szövegekkel, hogy az atyátok az ördög, mert hazudoztok, és embert öltök. És itt van pár verssel később olvassuk, hogy ki mondta nektek, azt mondja Isten Jeremiáson keresztül, ki mondta nektek, hogy a gyerekeiteket áldozzátok föl? Istenre hivatkoztak, és föláldozták akkori vallásos zsidó szülők a gyerekeiket. A moloknak és egyebeknek. Hát ma mi folyik? Évente 40 millió, felfoghatatlan, 40 millió magzat pusztul el. Jó részük keresztény területeken. És akkor itt nyervákolunk az iszlám miatt. Ó, jön az iszlám, a fundamentalista iszlám. Ó, a mi keresztény kultúránk. Hát az iszlám azt látja, hogy öljük a magzatainkat, hogy iszunk, paráználkodunk, válunk 18-szor, össze-vissza keresztbe kasul mindenki mindenkivel, az egyházban is. Jártam sok-sok nyugat-európai városba, tök lazán a sétáló utcában drogot lehet venni, nem dílertől. Nyitva az ajtó. Minden nyitva, mindent lehet. És nem gondoljuk, hogy van olyan muszlim, aki azt mondja, hogy hát ez mocsok, hát ez a mínusz. Azt tudom, hogy az iszlám az törvényvallás. És rettenetes, hogyha ők uralomra kerülnek majd. Jártam London külvárosában, éjszaka 11-re mentem imádkozni egy muszlim ismerősömmel, legalább 1000 férfi London külvárosában. Legalább 1000 férfi. Másfél órán keresztül. Hódolat, iszlám. Ó, nem, hát ez se lehet Isten büntetése. Hát ilyen nincs, ilyen nem lehet, hogy ránk kereszt egy népet. Hát ilyen nincs is, se a Bibliában, se a... Na-na. És ég a világ, mert ha ezt nem ismerjük kimondani, nem is mondhatjuk, hogy Isten büntetése. Ne istenkedjünk, nem tudom. De hogy baj van, az tény, hogy az egész teremtettség föltámadt és lázad, és mozognak a tengerek, a földek, a erdők. Hát egész nyáron ezt láttuk, hogy lángba borult a világ. Azt mondta, ilyen még nem volt, hogy egész Amerika szinte, egész Ausztrália ég. Azt mondja, lángoló haragom kiárad erre a szent helyre. Emberre és állatra, mezők fáira, a föld gyümölcsére égni fog, nem alszik el. Ó, Istenem! Ha más nem, csak az állatok annyira eszembe jutottak, hogy 100 000 hektárok égnek le, de hát persze az ember is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, égő áldozataitokat rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg az úrvacsorátokat, a diakóniai intézeiteteket, a teológiai rendszereiteket, egyétek meg! Egyétek meg! Föltámasztja a halottat? Jönnek a megtérők? Van újjászületés? Hatással vagyunk a világra? Azt mondja Isten, hogy
csináljátok, elkészítitek az egész liturgia, mindent, új liturgia, légériturgia, mindent kitalálunk. Csak megtérés ne legyen. Azt mondja, inkább egyétek meg, hasznosabb. Mint hogy úgy úrvacsorázok, hogy tovább paráználkodok, tovább iszok, tovább gyűlölködök, tovább békétlenkedek, tovább nyalok, gerinctelenül. Mi értelme tényleg az egésznek? Mert nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, és nem azokról adtam parancsolatot nektek, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem azt parancsoltam nekik, hallgassatok az én szavamra, akkor én istenetetek leszek, ti pedig az én népem lesztek, mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek. Mi az az út? A Tóra? A törvény? A tíz ige? Amit ma lábbal taposnak, vagy hát legtöbben negligálnak, félretesznek. És az egyházunkban, egyházban is azt mondják, hogy hát ezt így nem lehet. De ez lejárt, ennek vége. Ne törvényeskedjünk. Holott a keskeny úton lehet életre jutni. És a széles úton sokan mennek a kárhozatba, mondja az Úr. És mutatok nektek egy utat, hogy jó dolgotok legyen, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott, gonosz szívük tanácsát követték. Hátukat fordították felém, és nem arcukat. Tehát amikor a srác készül az első csókra, hát talán volt ilyen élményünk. Megszeret valakit, beleszeret. Minden sejtjével szereti. És közeledik hozzá, mert az enyém vagy. Én szeretlek téged, téged akarlak. És ő elfordul. Talán voltak ilyen szíven ütő élményeink. Isten ezt elsírja, ezt a fájdalmát. Szeretnélek megcsókolni. Szeretnélek megölelni. Szeretnék rád nézni. Szemeimmel tanácsolni. Szeretnék a keresztről rád nézni. Mint Jánosra ránézett, meg Máriára. Úgy szeretnélek, úgy szomjazom utánad. Az Úr Jézus a kereszten azt mondja, hogy szomjazom, az persze az ő fizikális szomjúsága is volt. Hát miért csinálta végig ezt ez a 30 éves jókötésű ács ember, ezt az egész sztorit? Mert halálosan szerelmes az emberbe, a cédává lett egyházba. Mert azt mondtuk, hogy nem csak Jeremiásra hallgatunk ma, hanem Jézusra. Jeremiás mindenben igazat mondott, és ezek az igék ma is állnak, és ma is ülnek, és ma is a helyükön vannak. De jaj nekünk, ha csak Jeremiást hallgatjuk ma, és nem halljuk meg Jézus szavát. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hányszor akartalak összegyűjteni titeket? Én éltem falun, lelkészkedtem, és láttam, hogy a kis csibék mennyire védtelenek. Mennyire ki van ez találva, hogy van kotlós, és van védelem, és van fészek, és van helyed, és van utad, és nem lehet úgy össze-vissza élni, hogy ma van, ma látjuk ezt, szétszórtan, össze-vissza. Mi lesz ennek a vége? És Isten elküldi az ő szavát, ha meg is botránkoznak rajta néhányan. Hogy mit szövegel ez a missziói lelkész? Mit szövegel? Mitől ilyen nagy a hangja? Á, testvérek, nyomorult vagyok én is, esendő, törékeny. Csak tudom, hogy az igének igaza van, és az igét Isten nem adta oda népszavazásra. Nem adta oda egyetlen egy zsinatnak sem. Sem az első vatikáninak, sem a másodiknak, sem az evangélikus zsinatnak, hanem kőbe véste. És aztán, amikor megtérés után kapta ezt az igét 119. Zsoltárban, hogy szívembe rejtem a te beszédedet. A te szívedbe, szíved kőtábláira vési az ő igéjét. Nem kérdezte meg, hogy mi a véleményetek arról, hogy egy férfinő házassága. Hogy kell védeni a szerelmet, hogy kell védeni a jó hírt, hogy kell védeni az Istennel való élő személyes kapcsolatot. Ezt ő nem tette szavazásra. Nem tudom, van-e jobb megoldás a demokráciánál, úgy tűnik nincsen itt a nyugati világban, de hogy a nép, uralom,
Milyen következményekkel járhat? Mondjuk azzal, hogy öljük meg Mózest, például ezzel. Vagy öljük meg Jézust, vagy öljük meg Jeremiást, vagy öljük meg Kolbe atyát, vagy Ordas Lajost, bárkit. Ha nép úgy szavaz, öljük meg ki a szülés előtti magzatot. És felállunk és tapsolunk, hogy ez a demokrácia. Ahogy mondtam, ez a sátánizmus, ez nem demokrácia. Ez nem Krisztus uralma. Nem hallgattak rám, nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott, gonosz szívük tanácsát követték. Hátukat fordították felém, és nem arcukat. Attól fogva, hogy kijöttek őseik Egyiptomból, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat. Ezt írja, állandóan küldtem hozzátok szolgáimat. Nem a mi dolgunk itt a földön juhokat, kecskéktől szétválasztani. Ez nem a mi dolgunk. De testvér, tudod, érzed, amikor az ige a szívet ígér? Amikor nem azt hallod, hogy hát ez a testvér, vagy presbiter, vagy bárki, ez meditál. Elmondja az élményeit, elmondja a véleményét az igéről. Ige tanulmányt tart, csak hogy attól a halott nem támad föl. A halott csak Jézus Krisztus által támad föl. Az ő szavától, amellyel a világot teremtett, és azt mondta, hogy legyen, meg Lázár, jöjj ki, meg ifjú, neked mondom, kelj föl, vagy leányka, kelj föl, ébredj föl, ettől föltámad a halott. Tibor is így támad föl, én is így támadtam föl, és talán sokan el tudjátok mondani, hogy szólt hozzánk az Isten, mi már nem szóltunk hozzá, mi már a hátunkat mutattuk neki, és ő volt ilyen bolond szerelmes, hogy utánunk jött. Utánam például egy fényképész zenész barátom képében, és aki megtalált engem Békés Csaba főterén, attól fogva, hogy kijöttek őseitek, állandóan küldtem hozzájuk a szolgáimat, a prófétákat idejében küldtem, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megmakacsolták magukat. Borzasztó, amikor az egyház megmakacsolja magát, és azt mondja, hogy nem. Azt mondja, hogy ezek szektársak, ezek pietisták, ezek rajongók, mágiára vele. És ige abortusz folyik. A bennünk megfoganó élet elpusztul. És gonoszabbak lettek, mint őseik. Hát szerintem ezt meg kell állapítani. Nem idealizáljuk a 40-es, 50-es éveket sem, meg a 19. századot sem, de gonoszabbak vagyunk, testvérek, mint az őseink. Az uralkodó egyháznak is rengeteg hibája, bűne, nyomorúsága volt, de ami ma folyik, ez tragédia. Amikor elmondnak nekik mindezt, nem fognak hallgatni rád. Ma igen. Ha elmondod ezeket nekik az egyházban, nem fognak hallgatni rád. Bár szólsz nekik, nem fognak válaszolni. Azért ezt mond nekik, ez a nép, amely nem hallgatott Istenének, az Úrnak szavára, és nem fogadta el a figyelmeztetést, oda van az igazság, kiveszett a szájukból. Tehát az az egyház, az a gyülekezet, az a lelkész, rólam is szól ez az egész, ahol az ember ül a trónra, ott megtörténhet az, hogy az emberen keresztül a gonosz erők beszüremkednek, és Isten távozik. Isten nem szereti a sátánizmust. Isten soha nem fogja nevét adni életellenes törvények és gyakorlatok mellé. Soha. Ha megfeszítik százszor és ezerszer, akkor sem adja a nevét. És Jézus drága szent nevét ne használja senki. Rám is vonatkozik, kőkeményen, megtérés nélkül. Mert az Isten gyalázás. Mert miattatok káromoltatik az ő neve. De keresztény templomban vagyunk, keresztény napon vagyunk. Ezt nevezzük, hogy ez evangelizáció. Az evangelizáció pedig az, hogy Isten maga szól hozzánk. Fiam, lányom, látom, tudok rólad. Ismerem a hátadat, jó kis hátad van. Pakolod ilyen-olyan kenőcsökkel, napvédő, UV, amit akarsz. Szeretném a szemedet látni.
szeretnék szembenézni veled. Nagyon szeretlek. Értsd meg. Nagyon szeretlek. Ilyen van az igében. A szívem remeg érte. Remeg érted az Isten szíve. Evangélikus egyház és a többi. Isten nem akar, hogy elvesszünk. Nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy éljen. De az élet megtéréssel kezdődik. Emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt mondta valaki, hogy az egyik vezető azt mondta, hogy Szeverényitől nem kell hozni cikkeket, mert ez mindig a megtérésről beszél. Testvérek, nem tudunk másról beszélni, mert rá kell találnunk a forrásra. Ha forrásra nem találunk rá, ahogy Samária asszony Jézusban, a Szentlélek által, hogy élő folyamok ömlenek az addig kiszikkadt parázna békétlen belsejéből, hát akkor tróger lelkész vagyok! Akkor menjek vissza fényképésznek! Akkor csináljak valami más, ha én nem akarom Istenhez vezetni az embereket. Ha én nem akarok hirdetni evangéliumot, hogy bétölt az idő, betelt az idő, térjetek meg. Elközelített az ő országa. Látjátok az ég jeleit, látjátok a jeleket. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Tegyétek le a terheiteket nálam. Akár ebben a percben, akár otthon csendesen, vagy amikor majd nézed ezt a videót, ha megmarad. Mert csak nála van a te szívednek békessége. Csak nála lehet ezeket a súlyokat letenni. És hirdetem ma is a drága Jézust, akinek a sebeiben van a gyógyulás. A sebeiben, aki fölvitte a keresztfára a pornófüggést, a gyűlölködést, a haragot, ezt, ami folyik Magyarországon, ezt a cirkuszt, hogy ölik egymást az emberek családon belül, politikai alapon, őrület. Fölvitte az ő drága és szent testében a mi bűneinket, átkainkat, átokká lett, hogy mi áldással legyünk. Holnap, ha megérjük, olvassuk, elétekbe adtam az életet és a halált. Elétekbe adtam az életet és a halált. Életet és a halált! És akkor vitatkozunk azon, ki az egyháztag. Ki fizet, nem fizet, presbiter, konfirmált, nem. Testvérek, élet és halál. És ha 10 000 teológus tagadja, hogy van Istennel és Isten nélkül öröklét, ez akkor is igaz, mert én Jézusnak hiszek. És nem fogadom el, hogy utólag átírják a Bibliát. Most éppen ez történik. Nyugat-európai országokban jönnek olyan törvények, át kell írni a Bibliát. Most éppen átírják a Bibliát. Értjük? Ahelyett, hogy újra olvasnák. Hogy véletlenül se hirdesse az egyház az igazságot. Őrület. Mert gyűlöletbeszédért, hogy most egy német evangélikus lelkész megharcolnak, bíróság elé cipelnek. Hát sorolhatnánk ezeket. Tehát bolond idők ezek. Van egy ilyen ige, hogy ilyen időkben jobb, ha hallgat a bölcs. Nem hallgathatunk. Akkor menjünk szeretet otthonba. Lehet, hogy hamarosan oda jutunk. Persze, elcsendesedünk. De az ige szól, az ige igazság. És ha már elhalkul az ige, akkor finito. Akkor vége a komédiának. Ha Isten igéje, amelyet abortáltunk sokszor, a prófétáinkat megöltük, kiszorítottuk. Ha az elhallgat, Isten könyörüljön rajtunk. De ez az ige szól még, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Drága Urunk, köszönjük, hogy jelen vagy ebben a világban. Köszönjük, hogy szerelmet szorongat minket, szívünket, torkunkat, lábunkat. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd igazság, és a Te igéd halottakat támaszt ma is. Uram, én magam személyesen is bocsánatot kérek tőled, bűneimért, mulasztásaimért, lelkészi időszakomban elkövetett botránkoztatásokért. És könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk, gyülekezeteinken, egyházainkon,
Hallottuk az előbb, hogy egy alkoholbeteg lelkész megtért és újjászületett. Hát ilyet nem is mondhatunk sokszor, mert ezt botrányt okoz. Uram, Urunk, ez a nap is azt jelzi, és az, hogy még mindig szól a Te ígéd a világban, hogy még a kegyelem korszakában vagyunk. Halljuk a Te hangodat, Uram. Halljuk a hangodat. Köszönjük, hogy ránk tekintettél. És talán ma délelőtt lélekben, szellemben azt éljük meg, hogy a keresztről ez a meggyötrött véres arc tekint ránk, és még onnan is jót kíván, még ott is imádkozik értünk, hogy talán nem tudjuk mindig, hogy mit cselekszünk. Urunk, de köszönjük a törvényt, köszönjük az evangéliumot, jövünk hozzád. Meg akarunk térni hozzád, Urunk, mert Te hívsz minket. Kérünk, árasz ki az én életembe, még jobban, még erősebben, és mindjárt életébe, szívébe a mennyei tüzet, a mennyei lelket, a drága szent lelket, aki Jézust Úrnak mondja. Könyörülj világunkon, országunkon, egyházunkon, adj megújulást, adj megtérést mindenkinek. És most hadd mondjuk el lélek által a tőled tanult legszentebb imát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. De most így szól az Úr, a Te teremtőd és a Te formálód, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimban metszettelek be Téged, enyém vagy, és senki és semmi ki nem ragadhat az én szeretetemből. Éljünk tehát ezért békességben. Amen. A záró ének előtt azt újra kimondom, kimondjuk, hogy köszönjük a szolgálattevőknek, igehirdetőknek, technikusoknak, zenészeknek, mindenkinek, hogy hetek óta dolgoztak ezen a mai alkalmon. Isten áldja meg ezeket a szolgálatokat, könyörüljön rajtunk. Kiáratnál van iratterjesztés, van egy grátis asztal értékes anyagokkal, ahogy hirdettem, azt hiszem a múzeum és a könyvesbolt még nyitva van, megtekinthetjük Lengyel Péter kiállítását is, és imádkozzunk egymásért, hordozzuk egymást, a kütyüket használjuk lelki gondozásra, hívjuk fel egymást, beszélgessünk, tegyünk meg, amit lehet, ahogy lehet, testben, lélekben, szellemben egyaránt. Köszönöm, és kérjük szépen a záró éneket. Valami véget ér, kezdődik más talán. Látod, megyünk az élet sivatagán, gyere, mert lépni muszáj. Szinte hallom, újra hallom, szól a régóta vándorló dala. Minden délben, minden éjjel, látom, hogy zeng a dallama. Néha sötétség vár, arcunkba fúj a szél, de bátran megyünk, látunk egyszerre lép, eszközeként szinte hallom, újra hallom, szól a régóta vándorló dala, minden délben, minden éjjel, hallom, hogy zeng a dallama. Sokan megálltak már, elég volt a beszéd, életünk itt, a keresztre néz, hall már üzenetét. Szinte hallom, újra hallom,
Szól a régóta vándorlók dala, minden délben, minden éjjel hallom, hogy zeng a dallama. Aki sír, ne sírjon, emeld a fáradtat, hiszen velünk marad, újra szóljon ez a dal. Szinte hallom, újra hallom, szól a régóta vándorlók dala, minden délben, minden éjjel hallom, hogy zeng a dallama. Szinte hallom, újra hallom, szól a régóta vándorlók dala, minden délben, minden éjjel hallom, hogy zeng a dallama. Szinte hallom, újra hallom, szól a régóta vándorlók dala, minden délben.